Negyedmillió forintot adományozott a Miskolci állategészségügyi telepnek Varga László országgyűlési képviselő. A politikus azt mondta, azért próbál segíteni, mert mindig szívén viselte a gazdátlan állatok sorsát. Azt, hogy mire fordítják a pénzt, a telep üzemeltetői döntik el. Magasan a rácsra mászik, érdeklődve figyel Topi, a Miskolci állategészségügyi telep 5505-ös számú lakója. A szám mellé a nevét már gondozóitól kapta. Nincs egyedül, a telepen jelenleg 500-nál is több gazdátlan állatról gondoskodnak. Itt minden segítség jól jön, üres ketrec alig akad. Megszűk a hely. A problémákat sorolja a telepvezető az országgyűlési képviselőnek, aki segíteni jött. Mindig nagy támogatója voltam az állatvédelemnek és a szigorúbb állatvédelmi fellépésnek is. És hát különösen szolidáris vagyok azokkal az állatokkal, akik hát nehéz helyzetben vannak, vagy adott esetben kóbor állatok. Úgyhogy fontosnak tartottam, hogy az állategészségügyi telep számára egy felajánlást tegyek ebben az időszakban. Sokat beszéltem arról, hogy időről időre a képviselői fizetésemből szoktam hasonló felajánlásokat tenni. Most 250.000 forintot ajánlott fel az országgyűlési képviselő a Miskolci állategészségügyi telepnek. Azt azonban, hogy mire költik majd az összeget, a szakemberekre, azaz a telep üzemeltetőire és dolgozóira bízza. Akár az invartalanításra is fordíthatnánk ezt az összeget a régebben bent lévő kankutyusainknál, akinek esetleg nagyobb kedvel fogadnák örökbe őket, kevésbé lennének dominánsabbak, nyugodtabbá válnak, ezáltal a kutyusok mindenkinek ajánljuk. Az ivartalanítással ugyanis megelőzhető lenne a nem kívánt szaporulat azoknál a gazdáknál is, akik nem akarnak vagy nem tudnak megfelelően gondoskodni az állataikról, és így kevesebb kóborkutya és macska lenne a Miskolci utcákon is.